Hát, sziasztok, kedves embertársaim! Ma egy nagyon érdekes dolog történt velem. Voltam a barátomnál Pesten, bementem még egy zöldségeshez, megvettem a szombati kajához, ami szükséges. És így lemaradtam egy trolliról, egy későbbi trollival tudtam elmenni. Gyere ide kutyikám, gyere ide a gazdihoz, ide üljél le mellém szépen. Oda, úgy. Jó van, persze. És 5 percen maradt, amikor leszálltam a trolliról, hogy elérjem nem akar velem most közösködnek, ugye nem baj, a Volánbuszt. És ahogy iparkodtam a pénztár felé, a váró előtt megláttam egy fiatal lányt, nem tudom hány éves lehetett. Abban a pillanatban olyan fájdalom öntött el, és oda jött hozzám a lány, nem tudom hány éves lehetett, 20x, 30x, ami is ez a lényeg. Azt mondja, hogy tudnák-e neki adni egy kis pénzt, de kaját is nagyon szívesen elfogad. A látvány, amit láttam, képzeljétek el egy fiatal, arcra csinos lányt, csont és bőr, körülbelül olyan magas, mint én, ilyen 168-170 centi magas lány, képzeljétek el, és mint egy etióp alultáplált sovány gyerek, akiket lehet látni néha a híradókban. Tehát csont és bőr, a lábai szörnyen vékonyak voltak, a karjai, minden. Olyan mély keserűség, olyan mély bánat fogott el a láttán, hogy mondtam neki, jó van, mindjárt váltok pénzt, mert nincs nálam csak nagy pénz, és gyere, addig mondom, aztán adok. Jó, azt mondja, megyek, azt mondja, csak nem jól vagyok. És képzeljétek el, én álltam a pénztárnál, egy bal oldalt van a pénztár, hogy van a bejárat, jobb oldalt mellette. Van egy ilyen fornett is, vagy nem tudom, minek hívják, aki mindenféle ilyen apró süteményt, túrós táskát, tehát ilyen tésztaféleket árul, és másfél-két méterre állt a lány, még várta, hogy én váltok pénzt, és lehetett látni, hogy nézi azt a rengeteg földi gazdagságot, ami ott a kirakatban megtalálható. És ugye hát gondolom nem volt neki pénze, csak zárójelbe, vagy idézőjelbe csurgott a nyála. Nagyon megindultam. Na, sikeresen megvásároltam a jegyet. Mentem hozzá, 5000-esért fizettem, adtam neki 2000-et. És mondtam neki, hogy megsimogattam ezt a csontos kis vállát. És mondtam neki, beszélj, mutattam, mondom, beszélj a főnökkel. Nem tudtam neki mit mondani mást, hirtelen, mert tényleg sürgetett az idő. Azt mondja, milyen főnökkel? Hát mondom, hogy jó Istennel.
De mondom, figyelj, minden harmadik nap jövök. És szeretnék veled találkozni, beszélgetni veled. Jó, azt mondja, Nikinek hívnak. Azt mondja, itt mindenki ismer. És azt mondja, itt megtalálsz. Nem tudom, mi a baja ennek a leányzónak. Gyorsan ott hagytam, futni kellett a buszhoz, hogy elérjem. Mondtam neki, hogy keres, meg foglak keresni. Hétfőn jövök legközelebb, mondom, délután megkereslek. És ha gondolod, akkor nagyon szívesen beszélgetek veled. Elértem a buszt, felszálltam. Egy üres helyre leültem. Volt előttem egy korlát. Lehajtottam a fejemet kezemre, és elkezdtem zokogni, mint egy szaros gyerek. Annyira belemarkolt a lelkembe ennek a szerencsétlen lányok a látványa. Nem bírtam tőle szabadulni, és kértem a jó Istent, hogy érintse meg, szóljon hozzá. Nem kérek én, Istenem, semmi mást. Nem érdekel az én állapotom, nem érdekel az én, hogy hol tartok én nálad. Azt csak te tudod, én magam sem tudom. Nem tudok én már semmit. Csak ezért a szerencsétlen lányért imádkoztam, és kértem az Istent, hogyha majd fogok vele találkozni, akkor ő szóljon általam, mert én nem tudok neki segítséget adni. Ha valaki tud neki segítséget adni, akkor megkértem a jó Istent, hogy használjon engemet, használja az én számat, az én kelekedeteimet, mindent, mert egy gyarló ember vagyok, akinek én is hiába vagyok az Istennek a dolgaival. Nagyon sok olyan dolog van még az életemben, ami nem odavaló, és nem bírom letenni, és hiába kérem a jó Istent. Nem veszi el, valamiért nem veszi el. Biztos, hogy megvan neki az oka. Nem azért, hogy gyötörjön, hanem hogy talán, hogy jobban megerősítse az én hitemet ő benne, és azért adja meg ezeket a dolgokat, ezeket a muszkos dolgokat. Most nem térek ki rá, mert ha személyesen tudnák akárkivel beszélgetni, akik az Úrban vannak, azoknak elmondanám. Elmondanám, mert nincs mit szégyelni, mert ilyen az ember egy bocskos, egy szemetes vödör. Ez az igazság. Na és ott sírdogáltam magamba, és láttam ezt a lányt magam előtt, és ezáltal megláttam a saját nyomorúságomat is, és úgy éreztem, hogy én is tehetek róla, hogy ő nem tudom, hogy rákos, vagy milyen betegsége van, de úgy éreztem, hogy én is tehetek róla, hogy ő ilyen állapotban van, annak ellenére, hogy az életemben soha nem láttam. Kiskértem az Istent. Én magamért nem imádkozok. Nem tudom, hogy lesz, mint lesz, az utam végére érek. Nem is érdekel. A jó Isten tudja, hogy éppen hány óránál tartok. Én most már nagyon régóta csak másokért imádkozok. És ugye eszembe jutott, fölhozta a lélek, hogy miért is sietek én. Van a táskámban egy kiló kacsazúza, 3 darab kacsamáj, amit hónap el akarok főzni majd.
kacsa zuza pörköltet akarok csinálni, meg majd egy kis kacsa húslevest, nem kacsa húslevest, mindegy, nem ez a lényeg, valami húslevest, csak vettem bele kacsa májat. És egyre jobban folytak a könnyeim, egyre jobban megláttam, hogy mennyire gyomorult egy öntelt, egy önimádó vagyok, hogy nekem fontosabb volt az a 1 kiló hús, az a 3 darab máj, mint hogy szakítottam volna erre a szerencsétlen teremtésre, lélekre időt. Mert nem tudom, hogy mi a baja, hogy miért ennyire sovány, miért ennyire szerencsétlen. De azt mondta a lélek, neked pontosabb az a 1 kiló hús, amit bármikor megvehetsz, meg az a 1 kiló, vagy az a 3 darab kacsamáj, mint ennek a teremtett léleknek a lelki üdvössége. És akkor újra elkezdtem sírni, és nem érdekelt, hogy voltak a buszom, és sírtam, mert egy szerencsétlen gyarló ember vagyok, aki elbassza a dolgot. Vigyázzatok ti kis embertársaim, mert lehet, hogy lehet, hogy Jézussal találkoztam, ő benne, sőt, biztos, vagy egy angyallal, aki kíváncsi volt rá, hogy én hogy viszonyulok egy ilyen helyzethez, és nem jól teljesítettem, megmondom őszintén. De most adtam neki azt a 2000 forintot, mit oldok meg vele? Semmit. Az ég adta világon semmit nem oldok meg. Olyan keserűség, olyan bánat van a szívemben, nem azért, mert elbasztam, hanem azért, mert nem kértem a Jóistennek a vezetését ebben a pillanatban. Nem kértem azt, hogy mutassa meg nekem, hogy mit akar ebben mondani ebben a helyzetben. Hagytam volna rá egy kis időt, és ki tudja, hogy ez a szerencsétlen lány, hogy 3 napot még megehél, és ha megyek arra, fogok-e tudni vele találkozni, tudok-e vele majd beszélgetni. És megkértem a Jóistent, hogy ő adja a szavakat a számba, mert én nem tudok neki segíteni. Én az én erőmből 0 vagyok. Ha valaki tud rajta segíteni, az csak ő. Elnézést. Vigyázzatok, ti kis, mert nem tudjátok, hogy mikor vendégeltek meg angyalokat. Áldjon meg a Jóisten benneteket. Sziasztok!